magány beruházás, mert az Attila szerint nem hallgatta, de ma Magyarországon nagyon kevés, csak mondom, az olyan típusú emberi találat, mint amit ő és a családja képvisel, ennek a példátlan értéknek a helyreállítása. Hiszen nem csak arról van szó, túlzott szerint, hogy mondta, hogy kő, fa és beton, hanem itt egy településnek a lelki megújulását szolgálja. Amikor a merenyeinek jöttek hazafelé, és mai napig jönnek hazafelé, akkor itt a maga mellett vezetem az útjuk. Évtizedeken keresztül látták azt, hogy egy korábban fontos számukra értéket képviselő és a megélhetésüket biztosító objektum, halom pusztult. És ahogy pusztult a település, ez egy szimbóluma volt, sajnos az egész leépülés. Amikor tavaly nyáron Attila avató előtt meghívta az egész települést, tehát a hivatalos átadás előtt az összes merenyei meghívta ide, hogy ezt a épületet bemutathassa nekik, az itt elvégzett munkát, akkor az egész település megmaradt. És eljöttek az emberek, vasárnap délelőtt, majdnem olyan volt, mint a misére. És akkor átmentkor itt egy karácsonyi műsor tervezett, az szintén kicsit hazabeszek nekem nagyon jól jött, mert a karácsonyi műsorok azok kicsit unalmassá is tudnak válni egy idő után, hiszen a népi dalok, illetve a karácsonyi dalok ugye nem végtelen tárházával bírunk, és a karácsonyi verset is egy bizonylag jól leszabályozott keretek között hallhatott. De amikor ide került a karácsonyi műsor, az egész megváltozott, és tessenek elképzelni, mondjuk egy településnek a lakosságának az egyharmada kivonult. És itt ültek. 68 ember itt ült, és itt nézték és hallgatták, állítottak azt a karácsonyi műsort, amit a házigazdánk ide varázsoltak. Egy gyógyítás, egy lélek gyógyászat folyik itt, ami azt gondolom, hogy rendkívül szépen növekszik, és szebbé varázsolódik egyre inkább, és ahogy jelezte már, dolgozunk azon, hogy egy közös kulturális rendezvénysorozat is elinduljon itt, ahol aztán olyan kulturális kincseket tudunk az ideérkezőkkel tárni, ami kicsit fordított turizmus, mert inkább a helyben élőknek szól, és a helyieknek hozzuk el távolról el, amit mondjuk a Székesfővárosban lehetőségként kézenfekvő, amit mondjuk a végeknek sokkal valóbb elérhető. Nagyon jó az együttműködésük a családra, elnézést, és bízom benne, hogy